Na, végre megérkeztek. Scorpio és Zephyr. Megpróbáltok fejfejt jönni? Kicsitől ráteszünk gyenge vadász. Nagy homok föl, kicsitől gyenge vadászka. Így van a talajra való tekintettel. Picit visszaveszünk. Nem sokat, de valamit, mert ez az oldal nem olyan rossz. Ennyi csapadék után is még azt mondom, hogy oké. Na, jó reggelt Norbikám, jó reggelt szer. Minden rendben? Megyünk fejfejt, tudjuk a tempót, okosan minden lóval lesz, megyünk, kivétel a csik. Aha, olyan gyenge vadászka a kicsitől. Nem több, mert azért fogós a talaj, de ilyen pindurkát mínusz, mint tegnap. Na, úgy mondom akkor. És amikor itt átérünk célra, itt már lassan megyünk föl. Érted, mit mondtam múltkor, hogy ott, amikor cél van, túl sokat jöttem. Ott már ho-ho, ott már szépen főtartunk. Itt már... Ja, úgy mondom, de másik kézre, hogy ne, itt galoppot jött, de nem, itt már galocsasz. Mármint ott, meg ott galocsasz. Na, jó, megkevertelek benneteket. Na, tudjátok, na. Én sem tudom, hogy mit mondok már. De tudom, mit mondok. Csak a másik kézre hoztam a példát, amit ment a szer. Túl sok volt. Cél után fokozatosan tartunk föl. Pont belefél az a 400 méter, hogy itt, amikor ideérnek onnan arról a kézről, már galocsasz jövünk. Jó kikentézünk, jó kitrappolunk, kész. Gurtni enged, erdő körül séta, meg mint Tóbiáson, bla 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 bla. Így van. Majdnem minden videóban elmondom, ilyen tréningtudósításnál, hogy a fokozatosságnál nincs fontosabb dolog. Egyik legfontosabb dolog, akkor inkább így mondom. Fokozatosan. Az elindulás, a feltartás, minden. Úgy, ahogy a rendszeresség, ugye a tréningbe, és a fokozatosság. Hát erre a kettőre vagyok igen allergiás, ha nem úgy vannak a dolgok, ha nem úgy mennek. Lehet plusz-minusz picike, de nagyot nem szabad tévedni, mert nem jó. Nem jó. Tehát ők volt a Scorpio és Zephyr, és ezután a papa fogja magát, és kimegy egy kaféra. Az viszont 100%, hogy megiszom egy kafét. Amikor a hajnalban már ittam egyet. Kicsikéim miatt tegnap nem tudtam tejet venni, úgyhogy tej nélkül ittam ma reggel. Azt is kivértem. Na, ott megy a két kis banditózom. Csendesség, sehol egy lélek a pályába rajtunk kívül. Tehát nem fog minket megzavarni senki. Nem tudok betelni ezekkel a fényekkel. De most kevesebb felhő lett. Nagyon szép volt az a felhő. Igen, kétféle felhő létezik nekem, számomra. Amikor beborul, tehát felhős, borult felhős lett. Vagy ezek a gyönyörű szép bárányfelhők, amiből most alig látok, de azért van. Igen, és ez a jobbik, mert itt akkor általában napsütéssel párosul. Hát és akkor süt a nap, gyerekek, hát nincs miről beszélni. Apropó, napernyőm szétment élen, kinhagytam, és viharba szétment, úgyhogy vennem kell egy új napernyőt, kerti garnitúrát kiraktam, ma érkeznek föl szerintem a leanderek a pincéből, úgyhogy beindul a kerti élet is. Így van. Tó kitakarítva, úgyhogy már csak a lovacskákat kell rárakni, és ha jön a... Milyen neve? Ó, az Isten áldjon már meg. Szökőkút, így van, szökőkút. Padok kim vannak, leander kijön. Napernyő, fini. Asztalra bor. Mi más lehetne? Ennyi. Ja, hát is a reggeli fényeknél, napsütésre mondom, és nagyon kora reggeli fényeknél, szerintem szebb nincs. Szebb nincs. Kora reggeli fények. Csodál. Égés. Szóval teljesen más, mint a nappali fény. A hajnali fények. Amikor kisütött a nap, persze. Na és érkezik a két mafiózó. Tempót így megítélve szerintem jó. Hát ennyi kell is. Kívül Zephyr, belül Scorpio. Jó meló. Nem mondhatnék rosszat rá. Tökéletes. Ennyi kell. Jó. Nem kell kiabálnom, tudják a dolgokat. Jó. Jó. Jó ez a két lovasom különben. Ugye azért Norbi is odafigyel, milyen kis szeleburdi kis hülye gyerek sokszor. Kap is néha tőlem, de így lóháttal azért csinálja a dolgát becsületesen. Meg kell, hogy mondjam, odafigyel, kérdez. Alakul. Pofozgatom. Nem ajnározgatom.
keményítem őt, de lehet azért belőle valamit. Fejét kell egy kicsit reparálni. Amúgy van érzéke, és mondom, érdeklődik, tehát van interesszantja ehhez a dolgokhoz, ami nekem imponál. Ennyi. Na jó, kafézok!